erre a zenére én is kedvet kaptam az újraélesztéshez, Bence, úgyhogy köszönöm szépen, de nem ilyen majd rosszul leszek. Szolgáltatásaid. Ahogy az adás elején már amúgy említettük, ugye, hát nem éppen azt mutatja a kedves kis időjárás, hogy jönne a tavasz, de ez a barbecue fanatikusokat egy cseppet sem riasztja el semmitől. Hát nem, ám olyannyira, hogy Turanic Katka és Turanic Gergely, a KGB barbecue tagjai elképesztő eredményeket értek el, itthon nyertetek versenyt, most pedig kint voltatok Ausztriában a Weissensee-nél, összetettben harmadikok lettetek, és azt mondtátok, hogy 98%-os esély mutatkozik arra, hogy ott legyetek a 2018-as barbecue, nem tudom, hogy mondják, világbajnokság? Világbajnokság, október végén van, Amerikában, ez... Tennessee-ben, a gyár helyszínén. Jól hangzik. Igen, készülünk rá. Azért is megyünk rengeteg versenyre, addig is, főleg itt Európában, meg a magyar versenyre is, ami lesz október közepén táján, amit megnyertünk tavaly, és sok gyakorlás, meg bízunk benne, hogy szerencsénk lesz. Na várj, jó, nagyon aranyosak vagytok, de ne rohanjunk még ennyire előre, hiszen kezdjük rögtön a nevetekkel, KGB, ez mit akar? Mert nekem most így elsőre egy picit más ugrik be. Ott van. Vagy... Katka Gergő barbecue. Jó, hát akkor tovább is léphetünk. Akkor nézzük a húsokat. Akkor jöjjenek a húsok. A másik, hogy lehet húsokkal versenyezni. Az ember azt gondolná, hogy ez az egész barbecue-zás egy tök jó hétvégi program, főleg amikor mondjuk jó idő van, de az, hogy ti a tél kellős közepén, ugye két hete különböző kategóriában gondolom én, a csirke, a pulled pork, nem tudom, ezt mindjárt elmondjátok, ezzel a műfajjal versenyeztek, ez számomra még vadonatúj információ. Sokak számára itt van egyébként. Igen. Valószínűleg. Egy kicsit avassatok be minket, hogy ez hogy is néz ki. Hát itthon is ugye elkezdődött ez a barbecue örület, nagyjából mi egy éve csöppentünk ebbe bele, illetve már lassan másfél, és nem csak az otthoni sütésre szerettük volna helyezni a hangsúlyt, hanem szerettünk volna egy kicsit belemélyedni ebbe a versenyzésbe, mert így is legalább Európa szinten meg tudjuk mutatni azt, hogy magyarok, mi ebbe is jók vagyunk, és szeretnénk ezzel is a mi tudásunkat reprezentálni, és belehozni egy kicsit a külső szemlélőket is ebbe a versenyzésbe, mert ez egy nagyon jó program, amiket egész hétvégés program. Egész hétvégés program. Szombaton délbe kezdődik egy verseny általában, és az első húsokat vasárnap délbe kell beadni, és közben meg kell sütni, elő kell készíteni őket. Négy kategória van. Van egy csirke, kettőféle sertés, az egyik a sertés oldalas, a másik pedig az egész sertés lapocka, és a negyedik kategória pedig a marhaszegy. És, amit egy jó barbecue-s holtig tanul, nem a marhaszegyet? Igen, marhaszegyet sütni nagyon az... nehéz. Mi azt mondtuk, hogy a 30. sütésünk körül lett az a szegy, amire azt mondom, hogy elfogadható. Okay. Igen. Igen, kicsit erről meséljetek a művészet részéről, ugyanis ez egy dolog, hogy nagyon sokan összekeverik azt, hogy ami ott ilyen rácson sül, vagy nyílt lángnál, vagy nem tudom, akkor az a grill, meg a barbecue. A barbecue az egy külön történet, ott általában lassan, illetve nagyon lassan sülnek a húsok, ilyen smokerekben, és száraz pácot használnak, aztán a végén különböző eljárások vannak, de hát ezt ti mondjátok, én nem akarok itt okoskodni, hogy lézelik meg csapatban, ezeket. Nem, ha tovább nagyon jó. Szóval, hogy ezek a smokerek, de erről meséltek, hogy miben sütök, illetve mi az, amikor egy oldalas úgy néz ki, hogy az kimeritek rakni egy bíra elé, meg egy marhaszegy úgy néz ki, amikor... Na, ez most már rendben van. Megszólal. Kicsit más a versenysütés, meg az otthoni sütés, mert például a versenyen az a jó sertés oldalas, amelyből belearapsz, és ott marad a fognyomod, míg a magyar emberek azt szeretik, hogy a csont kijön az oldalasból. Mondom, ti is ezt szeretitek, nem amikor ilyen tök puha a hús. Igen, egyébként. A versenyen az meg már túlkészült, és nagyon lepontozzák az egészet. A barbecue-nak a lényege, hogy alacsony hőfokon, indirekt tüzön sütöd a húst, csak meleg füsttel találkozik a hús, és ezért nem is szoktuk pácolni hosszan olajba, meg ilyenek, hanem előtte csak száraz pác, ezt fűszerekkel beszórjuk, és berakjuk általában 110 fokos rácsőmérsékletre, és húsfajtától függően, hogy hány órát van benne, egy marasz egy 12-14 órát sül nálunk, utána még van jó pár óra pihentetés, és így, ebből ezért kell az a három nap, amiből ugye áll a verseny. Azért nekem az feltűnt, hogy barbecue on ice, Weissensee, ezt hogy kell elképzelni, hogy lehet egy befagyott tavon barbecue-zni? Azért ott az bizonyos hőleadással működik, nem? Nem féltetek, hogy beszakad alattatok a jég? Nagyon egyszerűen, egy 60 centis jégréteg volt alattunk, úgyhogy
nem féltünk attól, hogy beszakad, bár pont a szomszéd hozott olyan töltényszmókereket, ami alá egy minimális fa lécet rakott, és hogy szint nagyon elkezdett olvadni alatt a jég, úgyhogy másnap már ilyen bokáig érő vízbe tocsogtunk. Hát ennek ezt is meg kell tanulni, mert mi sem voltunk erre a versenyre úgy felkészülve, ahogy kellett volna. Nem úgy, mint egyes szomszédok, akik komplett házat berendeztek mellettünk. Hát igen, de ebből is látszik az, hogy az ember nagyon nyári és jó időhöz köti ezt a grillezést, meg ugye a barbecue tevékenységét is, miközben ez nem feltétele, tehát ugyanúgy mondjuk, főleg azért egy ilyen marhaszegyet magára lehet hagyni, sőt magára is kell hagyni valamennyi időre. Azért túl sokáig ne hagyjuk azt a kis szegény marhaszegyet magára, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltunk. Köszönjük, és gratulálunk, és a VB-n pedig nagyon szurkolunk.